Az oltalom szeretetszolgálat által működtetett átmeneti szállón 40 fő fér el. A szociális törvény módosítása szerint az átmeneti szállások megszűnnének és a hajléktalan ellátásban, illetve a családok átmeneti otthonaiban is minél több ellátottat külső férőhelyeken kellene elhelyezni, ahol elsősorban a lakhatásukat kell segíteni. Az intézmények kevesebb állami normatívát kapnának azok után, akik kikerülnének az intézményi ellátásból. Az átállás ütemtervét 2018-ra kell kialakítani. A nemzetközi gyakorlat is azt bizonyítja, hogy nem minden ellátott alkalmas az önálló életvitelre, másrészt nincsenek jelenleg olyan külső férőhelyek, ahová vihetnék a jelenleg átmeneti szállásokon, hajléktalan szállókon élőket. Erről Laborszi Géza, az Oltalom Szeretetszolgálat lelkész igazgatója beszélt 35 perc című műsorunkban. Ugye az a probléma, hogy akik ide jönnek, azok vagy kapnak szociális, tehát valamennyi minimális jövedelme az átmeneti szállásokon is van, kap szociális segélyt, vagy közfoglalkoztatásban egy minimum összeget. Na, tehát ebből az összegből egy bérleményt nem tud valaki fönntartani, és még plusz meg is élni. Tehát, hogy eleve ez fölvet egy csomó problémát, hogy azok, akik jönnek, azok hogy fogják tudni ezt finanszírozni. A lelkész igazgató szerint az önkormányzatok szociális bérlakás programjával lehetne biztosítani a rászorulók lakhatását. De mindezek mellett ki kellene alakítani azokat az életkészségeket bennük, amivel rehabilitálhatók. Teltházban működik a Magyar Vöröskereszt által fenntartott 30 férőhelyes anyaóvó is. A bántalmazott anyák először egy krízisközpontban 50-60 napot tölthetnek, majd az anyaóvóba kerülnek. Azok a töredék családok, akik már egy bizonyos időt eltöltenek nálunk a családok átmeneti otthonában, az anyaóvóban, utána egy úgynevezett félutas házba kerülnek, egy kiléptető házba, aminek az a funkciója, hogy ott már a család nagyobb önállósággal bír, kisebb a gondozási óraszám, amit a családgondozók velük töltenek, arra készítik fel a családokat, hogy kikerülve egy biztos menedékből önálló életre legyenek képesek. Ennek például feltétele az is, hogy az anya rendelkezzen munkaviszonnyal, tehát hogy önállóan legyen képes gondoskodni önmagáról és a gyerekeiről. A félutas házban akár 5 évet is eltölthet a család, mondta el az igazgató, hozzátette, ezeket a programokat pályázatokból finanszírozzák.